Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy kis Destiny 2 Warmind DLC, és egyúttal metaforikus gondolatok a Destiny-vel, mint franchise-zel kapcsolatban, illetve a Bungie-val kapcsolatban, Activision-nel kapcsolatban. És figyelem a híreket, és sok YouTube-ost igazából ezzel a játékkal kapcsolatban, mert számomra ez a játék egy olyan dolog volt, hogy alig vártam, illetve csak reménykedtem, hogy meg fog jelenni PC-n, ugye? És annó még, amikor a Destiny 1-re bejelentették, hogy Xbox exkluzív történet lesz, és bocsánat, konzol exkluzív történet lesz, akkor nagyon-nagyon-nagyon csalódott voltam, mert tudtam, hogy ha a Bungie az beleveti magát egy játékba, akkor az a játék csak jól fog kijönni, és epic lesz, és egy jó története lesz, és minden rendben lesz az a játékra, mivel hogy a Bungie-ról van szó, és a Bungie az egy olyan stúdió, ami megalapozta a gaminget, mint olyan, sőt, mondok jobbat, megalapozta a mai konzolok kontrolljeljének, tehát a kontrollernek az irányítását, illetve a gomb összeállítását. Mire gondolok itt? Anno a Bungie volt az első talán, aki a Halo-t azzal, hogy átvitte konzolra, megalapozta azt, hogy melyik gomb lesz a lövés, melyik gomb lesz az ugrás, a mozgás, és megalapozta azt, hogy a mai játékokban, amivel játszol a shooterekkel, nem 50 fegyvered van egyszerre, hanem csak 3. Gondoltuk bele régen a Quake-be, PC-n ez könnyebb volt, Quake, Unreal Tournament, minden, olyasmi, hogy csak görgettél és görgettél a fegyverek között, de konzol, amivel nem volt ennyi, ilyen opció, így aztán megalapozták azt, hogy legyen csak 2, max. 3 fegyver nálad, és az aiming, a shooting, a jump, a fegyverváltás és mindenre konkrétan a Bungie-ra köszönhető, hogy most a shooterek olyan gomb setupra van állítva, amilyenre vannak legalábbis a legtöbb shooterek odakint. És a Bungie volt az egyik első olyan stúdió, ami a konzolokban például ilyen úttörő volt, gamingben úttörő volt, és a Halo, mint olyan franchise, az emlékezetünkből sosem fog kitörlődni, legalábbis nekem. Az első shooter játék volt, amit azon a PC-n játszottam ki, a Halo, amit saját pénzből vettem meg magamnak, az első saját igazi PC-ben, az első játék, amit életemben játszottam, az a Halo volt. És egyszerűen beleégett a fantáziámba, és alig vártam a többi részt, és természetesen konzol exkluzívak lettek, legalábbis egy idő után. Nos, így állunk, és a Bungie-ról volt szó, most már, hogy eléggé felépítettem a Bungie reputation-jét, és mondhatni, hogy egy olyan stúdió, aki egy ilyen beacon, hogy mondják, sugár volt, remény sugár a többi között arra, hogy kiválót hozzon az asztalra. És megjelentették a Destiny-t, sajnos csak konzol exkluzívra, és ugye elkezdtek jönni a játékról a review-k, a vélemények, a youtuberek elkezdtek videózni rajta és róla, és mindenki agyon volt hype-olva, hogy ennyire jó, annyira jó, és ez volt az első pár hónapig a Destiny 1-jel, aztán gyorsan rájöttek, és egyre több videó volt arról, hogy a Destiny unalmas, kevés benne a content, a grind az túl nehéz, és egyszerűen kezdték elhagyni a játékot, a játékosok, ez volt Destiny 1-ben, és én ennek ellenére nem hallgattam ezekre a videósokra, és egyszerűen a játék fantáziája, illetve a történet vezetése az nagyon megfogott, és nagyon-nagyon szerettem volna vele játszani. Aztán kicsit ugorjunk előre az időben, és megjelent a Destiny 2, és PC-re is. És két bázis, gamer bázis szétvált. Mert végre azok is, akik abba tartoztak, mint én, végre megkaptuk ezt a játékot PC-n, és minden erőnkkel azt hittük, legalábbis én,
hogy ez a játék kiváló, és ez a játék fantasztikus, és félreértés és ne essék, egy bizonyos szintig az is. És volt a másik bázis, akik játszottak a Destiny 1-jel, és azt mondták, hogy a Destiny 2 az teljesen az egy, csak egy kicsit upgrade-elt változaton, és egyre inkább kezdek velük egyetérteni, mert hogy igen, tudtam, hogy a Destiny 2 az egyenlő Destiny 1-jel, de hogy még ezt azon pofonnal is megcsinálják, hogy az egyes jutalmak, amelyek Destiny 1-ben voltak, úgy egy az egyben átjöttek Destiny 2-ben, az már egy über hatalmas nagy kibaszás a Destiny 1 játékosokkal, de úgy gondolom, hogy azokkal is, akik soha nem játszottak még a Destiny 1-jel, mint például én is, mert igazából valami új kellene, nem valami olyasmi, amit már láttunk, vagy láttak mindazok, akik játszottak a Destiny 1-jel. Úgyhogy szépen lassan a Destiny 1, bocsánat, a Destiny 2 egy lefelé lejtőn kezdett el mozogni. Nem csak ezért, hanem azért is, mert hogy is mondjam, nagyon rossz praktikákat vezettek be a farmolásra, illetve a pénzköltésre, hogy is mondjam, a vásárlásra, tehát az Eververse Bolt-nak a taktikája, hogy kicsölje belőlünk a pénzt, az nem éppen egy fair dolog. Továbbá a casual játék, amit beleépítettek a játékba, illetve az egyszerűbb grind, és így minden az út, amit fogtak és beleimplementáltak a játékba, ami a pénzszerzés felé irányul, az egyszerűen a játékot egy nagyon-nagyon nagy lejtőn vittek le. Azt a játékot, ami amúgy mellesleg fantasztikus, fantáziadús, hogy is mondjam, bolygókkal rendelkezik, tehát világgal rendelkezik, enemikkel rendelkezik, egy bizonyos szintig, erre mindjárt rátérünk, fegyverekkel, történettel, koncepcióval, mindene fantasztikus, csak egy problémája van, hogy nem elég. Nem adnak eleget a játékosoknak. És itt kitérve az Osiris DLC-re is egy kicsit, egy olyan karakter Osiris a a Destiny 2 történetében, nem csak a Destiny történetében, ami azt sejtető, hogy ez a harcos, ez a Guardian, ez egy epic valaki volt. Ő volt a Zavala előtt a játékban, tehát ő volt a vezető az egésznek, és oka volt, hogy ki lett közösítve, oka volt, hogy elkezdte kutatni a Vex technológiát, és a többi, és erre konkrétan nem kaptunk semmit, választ, semmit. Volt egy idiotikus történetvezetés, és egy párbeszéd konkrétan Osirisszel, a fő karakterrel, és egyszerűen semmi információt nem kaptunk róla. A fegyverek, amik bejöttek, csak kopiai voltak az előzőeknek. Tartalomban szinte semmit nem kaptunk. A minap néztem Skill Up-nak a videóját, érdemes megnézni, aki jól ért angolul, és ahhoz hasonlította a Destiny-t, mint egy hatalmas tengerjáró hajóhoz, aminek több mérföld kell ahhoz, hogy megálljon. Tehát ha egyszer, mint egy villamos például, amikor elindul, és le kell fékeznie, hosszú-hosszú, tehát majd egy kilométeres féktávja van, és ugyanígy egy tengerjárónak is több kilométeres féktávja van, amire egyszerűen teljesen meg tud állni. És a Destiny egy ilyen játékká vált, egy tengerjáróvá vált, ami még egy vihar se tud megállítani, és ahhoz, hogy megálljon, ugye több kilométerre van neki szüksége, és ahhoz, hogy megforduljon egy ilyen tengerjáró, szintúgy több kilométerre van szüksége, és ahhoz, hogy újra lendületet vegyen, szintúgy több kilométerre van szüksége. És most a Destiny, mondhatni, egy ilyen fordulópont előtt áll, hogy meg kéne neki állnia, és egy új irányba fordulnia és felvennie, mert ez, amit most csinálnak, az összes gusztustalan pénzszerző technikával és praktikával, a hazugságokkal, amivel etették a játékosokat, a visszafogott XP-ző rendszerrel, amit beépítettek titokban, és sok ilyen praktika, ami az elmúlt időben a Destiny 2 körül folyt, egyszerűen a Bungie-ba, mint fejlesztőbe, Activision-be már rég nem hiszünk, de a Bungie-ba, mint fejlesztőbe, az egyik legjobb fejlesztőbe,
Amerika odakint, teljesen elvesztettük, legalábbis én, a bizalmat abban, hogy valami értelmeset akarnak csinálni. A Warmind DLC annyira sekélyesre sikeredett, hogy történetvezetés szempontjából egyszerűen nem lehet leírni szavakkal, hogy őszinte legyek. A Rasputinról beszélünk, aki a Destiny 1-ben, 2-ben, lore-ban, a Destiny lore-ban konkrétan az egyik főszerepet szolgálja, és ugye azon feladata volt, hogy megvédje az emberiséget, illetve a bolygókat, ugye a külső ellenséges támadásoktól, és konkrétan azzal, hogy ő, hogy is mondjam, csendbe borult annó, köszönhető konkrétan az, hogy az emberiség a pusztulás szélére került, és a többi, az őrző kénytelen volt megcsinálni a Guardianeket, és semmi ilyesmiről nem volt szó, semmi, egyszerűen a végén az egész történetnek kaptunk egy kis párbeszédet, ahol elmondta Rasputin, spoiler alert, elmondta Rasputin, hogy neki mi a célja, és milyen hogy is mondja, feltételek mellett fogja ő megvédeni az emberiséget a jövőben, mert hogy most felébredt Rasputin, és egyszerűen ennyi volt, és utána a végén a legviccesebb, hogy így a csajszi oda teszi a kezét, gondolom nem tudom miért, beregisztrál, és csak annyit mond, hogy we've got this, vagyis hogy meg tudjuk csinálni, vagy oké, ez Make America Great Again szintű beszólás, és oda tesz a kezdés, ennyivel véget ér, we've got this, és egyszerűen hogy lehet ilyen semmist kiadni? Kaptunk néhány új fegyvert, kaptunk néhány új hajót, új járműveket, ez Isten szer, és azt is természetesen bebújtatták az Eververse-nek a pénzt csináló gépezete mögé, és ha szerencséd van, akkor természetesen a Bright Engramokból kikaphatod. Legalább kaptunk egy ilyen horde módot, kaptunk egy új bolygót, ugye a Marsot, ami egyszerűen fantasztikusan néz ki, szóval akárki dizájnolja ott a pályákat, a szépségüket, le a kalappal, úristen, bárcsak 100 ilyen játékot csinálna valaki, aki ilyen gyönyörű map design csinál, de az, hogy nincs egy normális forgatókönyvíró most már a Bungie-nél, aki normálisan csinálja a dolgokat, az egyszerűen hihetetlen. A másik dolog annyit, hogy úgy látom, hogy most lassul az a hajó, az a Destiny hajó, hogy őszintén lelki, és talán fordul is már, mert hogy mindennek ellenére van pozitívum az egészbe, és javul valamilyen szinten a játék, és nem mindenhol ütik meg a legjobbat, de igyekeznek valahogy, úgy érzem, hogy igyekeznek egyre átláthatóbbá tenni a rendszereket, több kommunikáció, több feedback alapján, és hallgatnak valahol a játékosokra, egyre inkább talán rájöttek, hogy ez lenne a helyes módja arra, hogy a játékos csinálnak, hogy hallgassanak a játékosok kérésére, és ne csak beleöljék azt, amit ők gondolnak jónak. Többé valószínű, hogy az is lehet, hogy már előre el van készítve minden, és egyszerűen már csak bele kényszerítenek minket ebbe a dologba, de egyszerűen ez nem az útja ennek a dolognak. Ugyanakkor látom, hogy mind az Osiris, mind ez a Warmind DLC, ez előkészülete valami nagyobbnak, tehát most nagyon keveset kapunk, csöpögtetnek a történetből, és olyan érzése, mintha ez egy előkészület lenne egy nagyobb, egy epikebb történethez, ami remélhetőleg nem Destiny 3-ban fog befejeződni. Szóval egyelőre, aminek előbe nézünk, a megemelt szintek, végtelen farmolás és grind, megint csak, vagy hanem marad a pénzköltés, nem feltétlenül nehéz szint lépni, lesz egy új raid, természetesen konzol exkluzív, egy új strike, ami PC-n nem jelent meg, nem is tudjuk, hogy miért, és természetesen azért kaptunk új strike-ot a Marssal egybevéve, de összességében nem estünk hanyat a mennyiségtől, amit kaptunk, és valahogy üres szívvel játszottam végig a játékot. Ugyanakkor, mivel hogy egy casual szinten nyomom az egészet, mert hogy kiderült, hogy nem lehet hardcore szinten nyomni ezt a játékot, mert nem annyira komplex, mint amennyire szerettem volna, hogy az legyen, így aztán ideig óráig élvezem is. De jó esik egy-két hetes szünetet tartani, két Destiny 2 gameplay között. Nos, srácok, ennyi lett volna
Wordmind érték, illetve Destiny 2, Bungie ilyen értékelés féleség. Ti hogy látjátok a Destiny 2 alakulását? Lesz ebből még valami jó? Lesz valami jó történet, valami jó gameplay, valami újítás, valami több, valami jobb, valami szebb című történet? Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, hagyd lent a kommentedet. Discord szerverünk a videó leírásában megtaláljátok. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!